Ezeken a játékokon sokan mulatták az időt gyerekkorukban. A tér kialakításán is túlhaladt az idő. Az egyetlen pozitívuma a nagy diófa, mely árnyat ad és megtanítja a rakoncátlan lurkokat a fáramászás tudományára. Legyünk őszinték, ez a fajta tudás elveszőben van a gyerekek között. A retro hangulatú terület már csak rövid ideig őrzi jelenlegi állapotát. Felújítása része annak a programnak, amelyet Bátaszék a következő időszakban lebonyolít, és amely 4 objektum megújítását célozza. 2021-ben kapott Bátaszék város önkormányzata a kormánytól 103 millió forint címzett támogatást Horváth képviselő közbenjárására, melyből 4 beruházást kell megvalósítsunk. Egyrészt ingatlant vásároltunk, illetve 3 építési beruházás fog lezajlani. Ebből egyik itt a Kolozsvár utca sarkán egy játszótérnek a felújítása. Megterveztük, közbeszerzési eljárás lebonyolítottuk, néhány nappal ezelőtt aláírtuk a szerződést, és reményeink szerint július végére munkaterület átadásra is sor tud kerülni. A felújítása 13 millió forintot fordíthat a város, ami azt jelenti, hogy 6 új játékelemmel gazdagodik majd a játszótér. Ezzel párhuzamosan a város további 2 parkjában is jut majd az új játékokból. Egy modernebb és esztétikusabb kerítés fogunk építeni, tehát minden olyan feltétel adott lesz, ami egy 21. századi kis játszótérhez és annak igénybevételéhez szükséges. A kivitelezőnek 150 napja van, hogy a beruházást meg tudja valósítani. Mi mindent el fogunk követni, hogy a lehető legrövidebb időn belül ez a kis játszótér el tudjunk készülni, és még reményeink szerint késő nyáron, kora ősszel még a gyerekek igénybe tudják majd venni. A május végén lebonyolított lakossági fórumon is szóba került a kövesdi bekötőút felújításának kérdése. Akkor is szó esett arról, hogy a mezőgazdasági gépek kijárták az útszakaszt, és hamarosan sor kerülhet a felújításra, ha megérkezik a forrás. Hát amire legjobban vár mindenki, a Kövesd település rész bekötő útja fog megújulni. Itt a munkaterület átadása a héten megtörténik. Itt is papíron 150 napja van a kivitelezőnek, hogy ezt a beruházást elvégezze, de itt is előzetesen abban állapodtunk meg a kivitelezővel, hogy a lehető legrövidebb időn belül a beruházást be fogja fejezni, hogy minél gyorsabban vissza tudjuk adni majd a forgalomnak ezt az igen fontos bekötőutat. A beruházási csomag harmadik eleme a számvevőszék épülete, merre már nagyon ráfér a korszerűsítés. A bátaszéki teréziánumi épületek közül kiemelkedik a Budai út elején álló egyemeletes épület, mely eredetileg az uradalmi számvevőség központja volt. Főhomlokzata ennek is 3 tagolású, de már klasszicizáló stílusban fejezték be. A homlokzat kialakítás 1820-ban készült el. Így a számvevőségi épület a Budai úton, ennek 2 homlokzata teljes egészében meg tud majd újulni. Vissza tudjuk állítani azt az eredeti állapotot, amit jó néhány 100 évvel ezelőtt őseink megépítettek. A 4 fejlesztés teljes költsége kormányzati támogatásból 103 millió forintból valósulhat meg.